Sziasztok, Mala vagyok, és ez egy rendhagyó videó. Igazándiból, nem tudom, blognak hívják az ilyesmit, sose csináltam még ilyet. Mindössze arról lenne szó, hogy szeretném elmondani, hogy mi volt a héten, mi lesz a héten, miért nem volt stream, így egyáltalán. Megnyugtatni a kedélyeket, hogy nem akarom abba hagyni. Most lehet, hogy többen megijedtek, mint ahányat megnyugtattam. Mindegy. Szóval, hogy lesznek azért streamek. Egyszerűen ez a hét úgy alakult, és úgy fog alakulni, hogy totál esélytelen bármi streamet betervezni. Egyetlen egy kivétellel csütörtök estét megpróbálom valahogy összehozni, bár pénteken marha korán fog kelleni kellnem, de azért legalább egy stream legyen ezen a héten, ezt holnap majd megejtjük. És igazándiból gondoltam, elmondom, hogy mi az, ami közbe jött erre a hétre, ami miatt ennyire borult a program. Most nem kell semmi durvára gondolni, arról van szó, hogy még év elején talán, ha valaki emlékszik, nyekeregtem valami olyasmit, hogy talán lehetőség adódik kipróbálni ezt a streaminget komolyabb szinten. Hogy miről van szó? Gyakorlatilag ezek ilyen sportrendezvényeknek a élő közvetítéséről van szó, ami nyilván egy sokkal komolyabb feladat, mint hogy valaki otthon, mit tudom én, YouTube-ra, Twitch-re valami játékot streamel, és most ebbe csöppentem gyakorlatilag bele. A hét nagyjából arról szólt, hogy legóztunk egy raktárba, és jé, kamera, jé, kábel, bedugtuk, jé, nincs kép, viszont van hang, bedugtuk oda, jé, az sem működik. Tehát full professzionális módon rákészültünk a történetre, hogy úgy mondjam. Viszont gyakorlatilag három nap, de igazándiból kettő alatt sikerült eljutni odáig, hogy úgy néz ki, hogy működik a történet, legalábbis van öt kameránk, képünk, keverőnk, műholdadunk, meg minden szar berendezés hozzá, ami nagyjából ehhez kell. Nekem ez egy hatalmas élmény volt, hogy gyakorlatilag ilyen, hát nem is tudom, stúdiófelszereléssel, mindegy, bazi drága szarokkal lehetett legózni gyakorlatilag egy raktárba, viszont azt leszámítva, hogy marha jó volt, mivel szorít a határidő, mert hogy ennek pénteken, hát most meg nem mondom hány órára, de működnie kell délután valahol Füreden, mert itt jobban problémát okoz az, hogyha nem indult el élőbe a közvetítés, mint hogyha csúszik mondjuk a Hearthstone stream, ugye nyilván. Elég szar, hogyha lemaradsz a startról. Na mindegy, ha minden jól megy, akkor azért nem fogunk lemaradni. Hétvégén pedig abszolút ugyanebből az apropóból nem lesz stream, mert pénteken elmegyünk, és vasárnap estére, meg nem mondom mikorra, de talán sikerül hazajutni. Úgyhogy még csak itthon sem leszek három napig, abszolút lehetetlen bármiféle projekt. Viszont egy marha nagy kaland lesz, valószínűleg, mit tudom én, szombat estére már a pokolba fogom kívánni az egészet, hogy egyes kamera, kertes kamera, egyes kamera, kertes kamera, hát baj, izét, szóval addigra már valószínűleg jajózni fog az agya mindenkinek, az enyém legalábbis tuti, meg ilyen elvonási tünettel fog remegni a kezet, hogy a francban megint nem játszottunk semmi tuti kis game-mel, de majd csak túléljük valahogy a történetet, vagy küldjétek az energiát, meg ilyesmi. Esetleg, hogyha valakit komolyabban érdekel, akkor szívesen csinálok erről is egy beszámolót, vagy valamit, hogy gyakorlatilag mit csináltuk, nem hiszem, hogy gondot okozna. Nyilván nem kérdeztem meg, hogy elmesélek mindent, de hát Istenem, nem tudták, mit vállalnak, nem igaz? Na úgyhogy így gyakorlatilag ennyi lenne a történet. Ja, hogy egyáltalán mondjuk a rendezvény miről van szó, szóval sajnos nem fizettek reklámdíjat, úgyhogy nem tudom, mennyire éri meg őket reklámozni. Lényeg a lényeg, hogy a Ultra Balatonról van szó. Néhány idióta kitalálta, hogy hát péntek este mi a fasz csináljunk, üljünk a fotelben, nézzünk Trónok harcát vagy Malastreamet. Nem, lemennek bazd meg körbefutni a Balaton, mert az ők tudják. Na, mindegy, és ezeket fogjuk vidámon videózni, hogy meghal-e útközben, beér-e, stb. Nyilván sport.
kérte a sportot. Én nem azt tuti. Ez mondjuk lehet, hogy valamennyire látszik is, hogy nem teljesen értem a sportot, de hát Istenem. Hú, na szóval ez lesz a móka tárgya. Bocsi mindenkinek így utólag közben, menet közben. Jövő héten megpróbálom... Most majdnem kimondtam azt, hogy minden nap streamel, de ez ki van zárva. Csomó mindent kéne még elintézni másodban is, amit ezen a héten biztos, hogy nem tudok. Jaj, megint küldött a posta valami szerelmes levelet, majd valamikor oda is be kell mennem holnap. Lehet, hogy megjött a miskolci büntetés. Aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó. Ja, meg ha valakinek kell egy miskolci telek, akkor szóljon. Ezt akkor még gyorsan elmesélem, jó? Ha nem tudom, mennyire tartozik ide, de végül is mostani projekt. A lényeg, hogy van egy szuper helyen lévő miskolci telkem. Gyakorlatilag ez Mordor kapuja és orkok lakják. Megölnek bármit, ami arra téved. És küldtek egy levelet, személyesen nekem, ki másnak, ugye. Legfontosabb embert értesítették ki, hogy nő a fű. Na most az elmúlt 40 évben nyilván miskolci domboldalban nem nőtt a fű. Ez egy ilyen olyan fűfajta lehet, ami 40 évente egyszer nő ki. Akkor is kiszúrják, hogy néma fű. És nyilván megértek a tűzoltók, hogy basszus, hát ez fű, fő fog gyulladni. Ezért nyilván kiértesítettek, hogy oldjon meg a problémát, és hogyha nem nyírom le Miskolcon a füvet egy ilyen hegyoldalba, akkor hülyére büntetnek. Gondoltam rá, hogy ez egy nagy ötlet, de hát nem egyszerű megoldani a szitut. Fölléptem egyébként több hát fickót is Miskolcon, kigulviztam, hogy mit tudom én, fűnyírást vállalok, meg tereprendezés. Eddig a egy fickó, aki két hét alatt kinyomozta, hogy hol van a telek, mert egyébként helyrajzi számban utca nincs. Tehát utca nem vezet oda, közmű nincs, vill, semmi. Tehát ez az abszolút Mordor, ott van az a domboldal, hol a telek, hát úgy ott. Nagyon jó. Állítólag megtalálták. Potom 200 000 forintért le is nyírták volna a füvet, megköszöntem neki a telefonban, hogy hát lehet, hogy inkább talán mégse kéne akkor lenyírni a füvet. Úgyhogy majd előbb-utóbb biztosan megbüntetnek, gondolom én hülye. Akinek van ötlete, hogy mit lehetne kezdeni a szitúval, az... Hát ez szóljon. De egyébként tényleg, tehát telekócson eladó, fizeted az átírást, én odaadom. Nyírt te rajtam. Tehát, hogyha bárkinek ilyen, mit, lennének mondjuk kecskéi, amit legeltetni szeretne, akkor arra biztos jó egy ilyen dombolda. Mert hegyi kecske is lehet, mert meredek. Úgyhogy ez igazándiból nem volt a videó tárgya, de nem is tudom, hogy keveredtünk. Az a jó, hogy könnyen tudom tartani a fonalat, amin így végigmegyünk. Jó. Na jó, igazándiból nem is húznám az időt. Nagyjából kidumáltuk, hogy mi volt a hétem. Meg hogy micsoda gazdagság, vagyom, miskolci telek, minden van itt a háznál. Kár, hogy egy forintot se ér. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ha minden jól megy, akkor csütörtök este, azaz holnap. Megpróbálok azért legalább egy streamet összehozni erre a hétre. Valahogy. És hát akkor jövő héten meg találkozunk mondjuk hétfőn. Megpróbálom beígérni a hétfőt, hogy elkezdjük a hétfőt, jó? Na, addig is legyetek jók, ha tudtok. Mala voltam. Sziasztok!